Szeretettel köszöntök minden fizikai iránt érdeklődőt. Most egy nagyon különleges eszközzel, az úgynevezett Wandergraaf generátorral fogunk kísérletezni. A generátor felső része az UFO-szerű fémgömb tárolja a töltéseket. Sokkal érdekesebb azonban az, hogy hogyan állítja elő az töltéseket. Ha szétszedjük, akkor láthatjuk, hogy van benne egy szalag, ami dörzsölés segítségével állítja a töltéseket. Korábbi tanulmányainkból tudjuk, hogy dörzsöléssel, például ebonitud dörzsölésével vagy egy vonalazó dörzsölésével töltéseket választhatunk szét. Ez a készülék, ez a dörzsölés professzionális szinten műzi. Először egy mechanikus kar segítségével is meghajthatjuk ezt a szalagot, illetve, hogyha hatékonyabb dörzsölési sebességet szeretnénk elérni, akkor egy elektronikus motor segítségével tehetjük meg ugyanezt. Nézzük először, hogy mechanikus hajtással milyen szikrákat, milyen kisüléseket tudunk létrehozni. Az egyik gömb, mint mondtam, tárolja a töltéseket, ez a másik gömb egy vezetékkel leföldel, így a kettő között feszültség jön létre, potenciál különbség. Most közelítem a kisebb gömböt a nagyobb gömbhöz, és láthatjuk, hogy töltések szétválasztásában csak annyi szerepe van, hogy gyorsabban fogja tekerni a szalagot, mint hogyha én kézzel tekerném, de a töltések nem a konnektoron keresztül jutnak ide a felső gömbbe, hanem dörzsölés segítségével. Nézzünk így is néhány villámot és kisülést. Látható, hogy az elkerült a hajtásával jól a hatékonyabb a dörzsölés, és nagyon világos tudunk létrehozni. Ha a kis gömböt messze tartom, akkor nagyobb villámokat figyelhetünk meg, mint hogy közel viszem, akkor sűrűbben csapnak fel a villámok, de az intenzitása jobban kisebb. Sokat beszéltem már arról, hogy töltéseket választ szét a készülék, és feszültséget hoz létre. Nézzük és mérjük meg azt, hogy mekkora a feszültség. Feszültségmérésre egy elektroszkópot fogunk használni. Az elektroszkóp egy nagyon egyszerű eszköz. Az azonos töltések taszítják egymást, az elektroszkópban egy könnyen mozgó fémtűn helyezkedik el egy kis lap, ami kilovoltban mutatja, hogy mekkora a feszültségre kapcsoltuk az elektroszkópot. Egy vezető zsinór segítségével érjük el azt, hogy a generátornak és az elektroszkópnak is a potenciálja, a feszültsége azonos legyen. Mérjük most meg, hogy mekkora is ez a feszültség. Látható, hogy az elektroszkóp tűje azonnal kitér, egy pici mozgás után körülbelül olyan 6 kilovoltos értéken áll meg. A generátort, ha kikapcsoljuk, akkor látjuk, hogy a feszültség az eltűnik, és a töltések viszonylag hamar a levegő páráján, illetve a kis tövőnkön keresztül távoznak. Érdekes kérdés, hogy ha 6000 volt, azaz 6 kilovoltnyi feszültséget mutat a műszerünk, akkor olyan nem kellene félni az itt álló fizikatanárnak, vagy akár a teremben ülő diákoknak, hogy halálos állapotban lesz részük. A válasz nyilvánvalóan nem, különben nem állnék én sem, ilyen könnyedén. Annak én egy hatalmas nagy feszültsége létre a gömbön, az áramerősség nagyon csekély lesz, mert
a létrehozott töltésszétválasztás, a töltéseknek a mennyisége nagyon pici, és ami az emberi testre veszélyes, az nem a feszültség, hanem az áramerősség. Ezt ki is próbálom egy picit a készülékkel megállapítani, én is magamat. Egy kis csípést érzel. Ez a csípés ahhoz hasonlít, mint amikor valaki kulcsiját felveszi, és elhasztatikusan ezáltal feltöltődik, megcsípni a másikat, a kosarazás közben a diákok, amikor egymáshoz érnek, megcsípik egymást. A Van der Graaff generátorral még sok más érdekes kísérletet lehet bemutatni, amiket később videókon láthatok majd.